Hát, sziasztok! Nem ez volt a terv, ezért van a telefonos felvétel. Az volt a tervem, csak hogy kimegyek a nagykerbe, és megveszem a gumit, majd hazajövök. De nem ennyi lett, hanem azóta változott a dolog, mert ott megkért a Velodream, hogy hozzak el egy cuccot, az egy plusz munka volt, és ha már úgyis bejöttem a Barosra, úgy gondoltam, hogy megyek egy kört. Annyi, hogy most Lisszatlantát jóval vagyok, de már a második szívemet hozom. Az elsőt ledobtam a Baros, honnan? Tudbár Burgerből ledobtam a Üllői út 5-re, ez nagyon pici távolság volt, 1200-ért, és most hozom a másodikat a Lánchíd utcába, mindjárt fölök és zaklatok. Nem lesznek úti felvételek, most ez csak egy ilyen röpke valami. Na pá! Érte nem pá, hanem sziasztok! Ez is jövök lassan, van a 15-17. Át is adtam, és két címmel három vendőt kerestem. Szerintem ez nagyon jó. Nyilván lehetne jobb is, de nem két címmel. És azóta elkezdődött a jeges havas eső. Ónos, ahogy szokták mondani. Esik. De most még nincsen bele bajom. Mondjuk nem akarok kimaradni, mert eleve nem terveztem a kijönni. Hiszen videót kéne vágnom, gumit kell átadnom. Ennem is kéne, amíg nem ettem, csak jöttem. Tetszik ez az idő is. Bár jöhetne még cím. Megjött a harmadik címem is, pedig a Black Cap Burger Rákóczin és a Múzeum körútra kell vinnem. Szerencsére nem budai cím. Na, itt voltam, fölvettem, és a Múzeum körút 27-be kell vinnem, nagyon közel, szerencsére. Az ilyen címeket akarom, nem a budait, azt vigyék a motorosok. Nekem ez tökéletes, főleg esőben, meg ilyen ónos izében. Nem az volt a gond, hogy esik egyébként, mert nem mászok be, hanem azzal van a gond, ahogy veri a pofámat, ez a kemény kis jeges valami. Azzal. Na, itt is vagyok. Gyönyörű kis pohár. Azt nézitek, milyen szép épület. A lift itt is van. Nagyszerű. Aha, csak tolatva. Step step lift. Majd visszafele megint megmutatom, nagyon át ilyen. Ilyen hangja volt. Hát gyerekek, leadtam a harmadik címemet, jaj, itt a lift. És az a poén az egészben, hogy kaptam egyet, egy Butha originál egyetemteret, és vigyem el a Karinti Frigyes út 17-be. Nézzük a liftet, milyen a hangja. Fölfele jobb volt. Valamint viccesebb. Mindegy, végül is nincs messze a két cím egymástól, csak nem akartam visszamászni Budára. Ez van. Ezt kell szeretni. Legfeljebb veszek kávét a Hamilia Shopban. Megjöttem és meg is van az étel. Ilyen szép kis sárgában vagyok. Látszik? Látszik. Na, az ételt felvettem, és indulok is a Karinti Frigyesre. 14 percet kaptam rá, megvesz szerintem. Ah, mindjárt a címe vagyok, szembe lesz balra. Elvileg az a 15 bejárata. Itt az akva mellett. Bizonyán. Csengetek még akkor is, nyitva van a kaput. Ja, itt van. Ó, aha, behátalgós dolog. Hellóka! Esik. De nem rossz, neked tetszik, mit szóltok hozzá? Jó, nem tudom már sokáig maradni, mert nem kell, de ez egy kicsit kalandnak tök jó. Na srácok, átadtam a címet, egy csodálatosan szép hölgy volt, és az a humor az egészben, hogy kaptam egy másikat. Először azt kaptam, mindjárt most már leveszem egy erőben, hogy vegyek fel egy empanad a sztorit itt Budán, és aztán menjek fel a Somlói útra, vagy mire. Gellért egy tetején mondom, ne haragudjatok, de ezt vegyétek már le, ez valahogy nem én vagyok. Erre most kaptam egy másik címet, valami fót, és akkor azt ki kell vinnem az Albert utcába. Hát ez már inkább én vagyok, de ez az utolsó, tehát azután már nem viszek többet. Mert nagyon jó a kereslet, de ennyi, nincs több időm, kész. Elfogyott. Viszont 6000
valahány száz forintnál tartok, ami azért nem egy utolsó. Egész pontosan 6100-nál tartok, és van 13 óra 15, tehát egész jó pénz. Csak haza kell érnem kettő körül, vagy legalábbis a szállás utcában. Na. Kicsit eljöttem a bolt mellett, mert én nem ismerem. Kicsit tovább jöttem a kelleténél, de itt lesz. Hello! Sziasztok! Hát srácok, ez nem a legjobb cím, ez nagyon messze van az Albert utca, túl van a Tescon, bőven túl. Ez az utolsó utáni címem, de tényleg. Na már csak pár utca, nem is volt messze. Csak hát na. Nem volt tervem egyáltalán dolgozni, ugye ahhoz képest messze van. Nem baj. Már 7000-et a szállításommal együtt, amit külön hoztam a Velodrimtől, 8000-et kerestem a mai napon. Alig 2,5 óra alatt. Elvileg itt kéne mennem balra, hogy ez a kis utca ott hátul, ezt egyszerűen nem tudom megállapítani. Ez biztosan az Albert. Mert ez az Albert, akkor de. Akkor ide jövök valahova, de a bocsika rossz. Megcsináltam. Albert 13. Ez a 11, ott a 13, akkor itt fel is megyek. Pok. Ja, a túloldalon lesz a csengettyű. Ó, de jaj, de gyönyörűen parkoltál, hogy a mákos tésztád rohadna meg. De komolyan. Ez az utcsó cím, a 13 itt hátul van, nem elől. Sziasztok, befejeztem. Megyek itt egy Aldiba, aztán gyorsan haza, mert nekem adom a csomagot. És ennyi. Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy megnéztetek. Ez volt egy rövid esős nap. Annyit kerestem, mint tegnap jóval több idő alatt. 7500 forintot. Tegnap 8000 arra mennyit kerestem, sokkal tovább tartott. Ez gyorsabban meg volt. De nem akarok tovább maradni. Nem húzom tovább a határaimat, bőven elég volt. És éhes vagyok, mivel magig nem nagyon ettem, plusz dolgom is van, plusz vágni is kell, van mit csinálnom. Nem a fenekemen fogok ülni, illetve, de csak nem úgy. Majd meglátjuk. Na, köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy néztetek, találkozunk legközelebb. Addig is mindenkit buzdítsatok arra, hogy iratkozzon föl, és erre figyelmeztesse utas társaikat is. Köszönöm.